Milliók özönlötték el a turista látványosságokat a májusi tavasz ünnepen Kínában. A kormány az 5 napos ünnep előtt feloldotta az utazási korlátozásokat, így most ismét beindulhat a turizmus, és már az első napokban rekordokat döntött az utazók száma. De nem minden nevezetesség látogatható, amelyek igen, azok is csak a higiéniai szabályok betartásával. Hatalmas bőröndökkel érkeztek az emberek a pekingi repülőtérre, miután a kormány május 1-jével feloldotta a koronavírus miatt elrendelt korlátozásokat. Perceken belül az egekbe szökött a jegyfoglalások száma. Sokan keltek útra a május 1-én kezdődött 5 napos tavasz ünnep előtt. Örülök, hogy feloldották a szigorításokat. Korábban féltem volna elutazni, nehogy karanténba kerüljek, de most már nem kell emiatt aggódnom, mondta egy férfi. A hónapokig tartó bezártság után családok és gyerekek lepték el a tengerpartokat, és milliók keresték fel az ország nevezetességeit. Az állami média beszámolója szerint az ünnep második napján mintegy 30 millió utazót regisztráltak országszerte. A belföldi turizmusból származó forgalom egyetlen nap alatt megközelítette a 2 milliárd dollárt. Kínában szombaton mindössze 2 koronavírus fertőzöttet regisztráltak, akik valószínűleg külföldről hazatérve vitték be a betegséget az országba. A hatóságok azonban egy újabb járványhullámtól tartanak, ezért a még hatályos óvintézkedések fokozott betartására figyelmeztetnek. A turisztikai látványosságok is csak kisebb kapacitással működhetnek. A legtöbb helyen megmérik a látogatók testhőmérsékletét, be kell tartani a szociális távolságot, és mindenkinek arcmaszkot kell viselnie. Arra biztatjuk a turistákat, hogy foglalják le online a belépőjegyüket az utazási iroda honlapján, hogy a csúcsidőben elkerüljék a várakozást, javasolta a turisztikai szakember. Több kínai nagyváros is igyekszik visszacsábítani a turistákat. A kelet-kínai Wenchuban látványos fényjátékkal szórakoztatják a látogatókat, de éjszakai hajókázást, körutazásokat és kézműves foglalkozásokat is szerveznek az érdeklődőknek. Reméljük, hogy fellendül az élet a városban, és hamarosan visszatérnek a turisták, mondta bizakodva a programvezetője. A járvány kiinduló pontjának számító Wuhanban is újraindult a turizmus, csak nem 100 nap után ismét látogatható a város fő látványossága, a Sárga Torony. Ám szigorú ellenőrzések mellett naponta csak 5000-en tekinthetik meg a nevezetességet. A látogatóknak a bejáratnál a telefonjukon be kell mutatni az egészségügyi kódjukat, igazolva, hogy nem vírushordozók. A 11 milliós városban egy hónapja egyetlen fertőzöttet sem regisztráltak. Múlt vasárnap pedig már az utolsó koronavírusos beteg is elhagyta a kórházat. Örvendetes hír, hogy Wuhanban már nincs több súlyos eset és megbetegedés. Kína komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy ellenőrzése alá vonja a járványt. Méltatta az elért eredményeket az Egészségügyi Világszervezet munkatársa. A kínai szakemberek pedig már azokban az országokban segítenek, amelyek még javában küzdenek a járvánnyal, de várhatóan megosztják majd a turizmus újraélesztésével kapcsolatos tapasztalataikat is.